Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket! Arról beszámoltunk a héten, hogy aláírtuk az oroszokkal a paksi 2-es új blokk bővítéséről szóló megvalósítási megállapodást. Ennek részleteit azonban nem tudhatjuk. Azt tudhatjuk, hogy itt a tervezésről, a kivitelezésről, az üzemeltetésről van szó, de az üzleti életben sem szokás minden részletet elárulni. Gyakorlatilag ezt mondta a titkosítással kapcsolatban Aszódi Attila. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Azon gondolkodtam, hogyha én most magyar állampolgárként megkérem Önt arra, hogy ennek a bővítésnek a kormány biztosaként győzzön meg engem, hogy Ön miért alkalmas erre a feladatra, miért bízzak én Önben, miért bízzak a kormányban, akkor mit tud nekem mondani? Hát ez nem én rólam szól ez az egész ügy, hanem a projektről. De ez Ön szerepe is nagyon fontos. Az én szerepem is nagyon fontos, nyilvánvalóan. Mert én részleteket nem tudok, semmit, nem is tudhatok meg. Miért bízzak a kormányban, hogy a magyar érdekeket képviseli? Miért bízzak Aszódi Attilában, hogy a magyar érdekeket képviseli? Miért? Mi alapján? Elmondtuk az energiapolitikai környezetet, elmondtuk azt, hogy miért van szükség arra, hogy az atomerőműnek a kapacitását hosszú távon fenntartsuk. Az egész projekt erről szól. Szeretnénk, hogyha egészen az évszázad végéig az energiatermelési portfólióban, a villamosenergiatermelési portfólióban benne maradna az atomenergia. Mert széndioxid kibocsátásmentesen működik, mert olcsón tudja termelni a villamosenergiát, és mert jól készletezhető. Erre felépítettünk egy projektet, illetve több projektet, hiszen Teller projekt volt, Lévai projekt volt, ahogy megalakult a Paks 2 projekttársaság, és elkezdődött az előkészítő munka. Most oda jutottunk, hogy míg után körbenézett a kormány a finanszírozási piacon, szembenézett azzal a problémával, hogy erre a hosszú időtávra és erre a nagy összegre nem lehet megfelelő mennyiségű pénzt és jó finanszírozással pénzt kapni, viszont az oroszok tettek egy nagyon jó ajánlatot, és gyakorlatilag innen datálható az 2014. január elejétől, hogy maga a folyamat felgyorsult, és elkezdődött ennek a három szerződésnek az előkészítése. Én ezt mind elhiszem Önnek, de innentől kezdve, hogy hogy jót akar, idáig elhiszem. De onnantól kezdve, hogy ez a beruházás hogy fog kinézni, ki építi, mérő építi, milyen technológiával építi, mik a részletek, ki viseli az árfolyam kockázatot ebben a nagyon nagy összegű hitelben, mi van akkor, hogyha elszáll az euró-forint árfolyam, ezeket a részleteket én nem tudhatom meg. Akkor még mindig nem tudom, hogy mivel tudnak engem meggyőzni, hogy Önök engem képviselnek és jól képviselnek. Egyrészt nekem eléggé pragmatikus véleményem van erről a kérdésről, mert én úgy gondolom, hogy a mandulát orvost gyógyítsa, a pék az süssön kenyeret, az energetikus meg foglalkozzon energetikával. Természetesen nyilvánvaló, hogy a társadalmi környezete egy ilyen problémának sokkal összetettebb, mint a kenyérnek a megsütése. De ezért van, hogy rengeteget beszélünk erről a kérdésről. De pont a részletekről nem beszélek. És képzelje el, én azt kérnem Öntől, hogy higgye el, hogy én egy felkészült műsorvezető vagyok, majd innentől kezdve egy kukkot nem szólnék. Elhinném, hogy én egy felkészült műsorvezető vagyok? De nem mondja nekem, hogy egy kukkot nem szólunk arról, hogy mit csinálunk, hiszen folyamatosan arról beszélünk, hogy hogy haladunk, miért döntöttünk így, és mit szeretnénk a következő időszakban. A részletek. Tehát mikortól kezdjük lehívni a pénzt? És mikortól kezdve kezdjük el törleszteni a pénzt? Ezt tudhatjuk? Abszolút tudhatjuk. 2015-ben hívjuk le az első részletet, tehát a jövő évben, és az államközi megállapodás értelmében 2026. március 15-én kell, hogy az első részletet visszafizessük. Mi van akkor, hogyha, ahogy mondtam, az árfolyam kockázat, hogy 300 forintos euró árfolyamon számították ki Önök ezt a hitelt, illetve ennek a bekerülési költséget a bővítésnek. Mi van akkor, hogyha a következő 10-20 évben egész máshogy alakul az árfolyam kockázatot kiviseli? Az árfolyam kockázat valójában ebben a projektben nem úgy létezik, mint ahogy egy autó vagy egy lakásfinanszírozásnál. Hát de ez egy hitel az oroszoktól. Ebben ennek igaza van, de ugyanakkor euróban vesszük fel ezt a hitelt, euróban fogjuk törleszteni. Mi az Európai Unió tagjai vagyunk, és a villamosenergiának a piaca egy nemzetközi piac, ahol a mértékadó számítás euró alapon történik. Oké, de forint a fizetőeszközünk. Ebben önnek igaza van, de mindegy, hogy milyen az euró-forint árfolyam, a környéken az euróban mért villamosenergia ár ugyanaz lesz, és ez a környékbeli, a régiós villamosenergia piaci ár fogja meghatározni azt, hogy nekünk mennyi bevételünk lesz a Paks 2. Majd, amikor már termel. Igen? De amikor még csak a hiteleket fizetjük vissza,
akkor az euró-forint árfolyam fogja ezt meghatározni, hogy ez most egy éppen mekkora törlesztő részlet, na, nem? Na, vigyázzon! Akkor kezdjük el visszafizetni a hitelt, amikor az erőmű már elkezd termelni. Tehát belvételünk lesz akkor, amikor a visszatörlesztés történik, és mivel az elektromos áramnak a piaca, egy nemzetközi piac, még egyszer euró alapon történik az elszámolás, ezért ez az árfolyam kockázat a piac szintjén nem úgy jelentkezik, mint egy lakás vagy egy autófinanszírozásnál. Tehát ez évszámban meghatározva 2020 akárhányban kezdjük el visszafizetni az olaszoknak? 2026. március 15-én kell az első részletet visszafizetni. És innentől kezdve 21 éven keresztül fogjuk visszafizetni. Ez egyik olyan teljesen transzparensen nyilvános, hiszen az államközi megállapodás, amit a finanszírozásra kötöttünk az orosz kormánnyal, Magyarországon törvényformájában ki lett hirdetve, tehát megtárgyalta az országgyűlés, és hozzáférhető a törvénytárban. Azt megtudhatom-e, hogy kik lesznek majd a kivitelezők, az alvállalkozók, hiszen biztos, hogy rengeteget itt számtalan szakma képviselőjének meg kell fordulnia majd. Igen, engedje meg, hogy felülről induljak. Tehát ezt a kedden aláírt szerződést magyar részről az MVM Paksi Atomerőmű, Paks 2 Atomerőmű Fejlesztő ZRT, orosz részről pedig a Nizsnyi Novgorodi Energetikai Tervezőiroda, NIAEP cég írta alá. A szerződés értelmében mi egy fővállalkozási szerződésben egy kulcsakész erőműnek a megépítésére bíztuk meg az orosz társaságot. Ez azt jelenti, hogy az építésnek a teljes felelőssége orosz oldalon van. Ez az orosz NIAEP cég fogja megterveztetni és megépíteni az erőművet. Az alvállalkozókat az orosz partner fogja bevonni. Az, hogy ez hogyan fog megtörténni, egy külön szabályzat alapján fog zajlani. De az, hogy például kik a magyar alvállalkozók, azt majd megtudhatjuk? Igen, igen. Hogy ki aszfaltozik, ki nem tudom mit épít, de hát egy törvénytervezetben, és itt egy ellenzéki politikusoktól számtalanszor hallhatták itt a nézők az egyenes beszédben, hogy 15 évig nem lehet majd megismerni a bővítésről szóló döntést megalapozó adatokat, meg hogy az sem, hogy kikkel kötnek szerződést, kik végzik az atomerőmű munkálatait. Ez akkor nem igaz? Nem. Az, hogy ki fognak ebbe bedolgozni, ez nyilvános lesz, hiszen maguk az eljárások is nagyon sok elemükben nyilvánosak lesznek. Tehát az alvállalkozók kiválasztása egy előre rögzített szabályrendszer szerint fog történni, és ez, hogy ki fog ott dolgozni pontosan, ez nyilvános, lesz. Így van. A hitelre visszatérve, a nemzetközi piacon kértek előtte finanszírozási ajánlatot? Tehát, hogy mitől lenne a lehető legjobb ajánlat az oroszoké? Kiderült, hogy ennél csak rosszabb konstrukciók vannak? Igen, számos vizsgálat történt, és az a helyzet, hogy ha a pénzpiacról akarja ezt az ember bevonni ezt a pénzt, akkor egyrésztről nagyon nagy banki konzorciumokat kell összehívni, vagy másfajta konstrukciót kell keresni, és a vizsgálatok azt mutatták, hogy Magyarországnak ugye nem túl jók az ország kockázati paraméterei, és ennek következtében a Magyarországnak nyújtott hitelek, a piaci hitelek, tehát azok magasabb kamatozásúak, mint ez az orosz hitel. Ön a Hír TV-ben azt mondta, hogy biztos benne, hogy az orosz fél nem fog elállni a paksi beruházástól. Mitől ilyen biztos? Hiszen szerintem múlt héten még körülbelül ilyen biztosak lehetünk abban is, hogy a déli áramlat megépítésétől nem fog elállni az orosz. Nézze, Oroszország. Teljesen értem az argumentációt, ugyanakkor a déli áramlat projektje és ez a Paks 2-es projekt, ez teljesen eltérő. A déli áramlat... Hát nem azt mondtam, hogy bármi közös pontot találunk, csak mitől lehetünk biztosak, hogy az oroszok egyszer, ráadásul tudjuk a politikai viszonyokat, tudjuk a gazdasági költségvetési viszonyokat Oroszország esetében, tudjuk a nemzetközi viszonyokat, tehát az orosz-ukrán, Európai Unió, amerikai szembenállás, konfliktust, vitás kérdéseket, tehát ebben a helyzetben miért lehetünk mi biztosak abban, hogy az oroszok egyszer csak nem mondják azt, hogy bocs, de mi nem tudunk ekkora hitelt biztosítani, mint hogy a déli áramlat esetében is egyszer csak azt mondtuk, hogy hát szép álom volt, de ennyi volt. Nagyon releváns a kérdése. Az a helyzet, hogy Oroszország most elég nehéz gazdasági helyzetben van, és a költségvetésben megszorításokat hajtottak végre. Ugyanakkor az atomenergetikai terület ugyanannyi forrást kapott, sőt egy picivel többet, mint az előző évben. Látszik, hogy ez egy olyan exportképes terület, ami abszolút prioritást élvez, és a fókuszban van. Támogatja a kormányzat Oroszországban, és garanciákat ad arra, hogy ezeket a projekteket végig tudja vinni. A másik dolog, amit meg kell értenie, hogy a déli áramlat miről is szólt. A déli áramlat azt célozta meg, hogy Ukrajnán keresztül van egy meglehetősen kockázatos szállítási útvonal, már gázszállítási útvonal, láttuk, hogy többször
ukrán kormányok, orosz kormányokkal összevesztek, és akkor néhány napra, vagy adott esetben hosszabb időre elzárták a gázcsapot. És tulajdonképpen ezt az útvonalat akarta bypasszolni, elkerülni az orosz kormányzat a déli áramlattal. De meglévő termelőket, meglévő fogyasztókkal akart egy alternatív útvonalon összekötni a déli áramlat. Ennek következtében ez tulajdonképpen valamennyire, hát nem is valamennyire, hanem elég erősen politikai indítatású projektnek tűnt, és ennek következtében a megtörülése is, mert nem ennek következtében, hanem azért, mert hogy csak egy alternatív útvonal akart lenni, ennek következtében a megtörülése eléggé kérdéses. A mi projektünk egy teljesen más projekt. A mi projektünk arról szól, hogy létrehozunk egy új termelőkapacitást, ami kivált majd egy régit, ami le fog állni a 30-as években, és olyanok a gazdasági mutatói, hogy ez a beruházás meg tud térülni. Én ezt értem, de arra semmiféle garancia nincs, hogy mondjuk 5 év múlva, de lehet, hogy csak 1 év múlva nem lesz olyan helyzetben, vagy olyan helyzetben lesz az orosz költségvetés, hogy egyszerűen meg kell hozniuk egy olyan döntést, hogy ebben nem mehetünk bele, mert hát az orosz emberek előtt is helyt kell állnunk számtalan területen. Amikor fogalmaztuk a szerződést, akkor erre mi is gondoltunk, és betettünk olyan szankciókat a szerződésbe, ami az elállás esetén a büntetést eredményezne az orosz partnernek. Tehát akkor mi jól járnánk? Tehát kártérítést fizetnének az oroszok, hogyha ők elállnának ettől a projektől? Kártérítést fizetnének, de mi azzal járunk jól, ha az erőmű megépül, és 60 évig üzemel, és termeli a villamos energiát, mert igazából ebben van az érdekünk, hogy megmaradjon egy stabil áramtermelő berendezés a paksi telephelyen. Miért kellett ezt most ilyen hirtelen aláírni, ezt a szerződést? Nem történt hirtelen aláírás, hiszen január 14-én született meg az államközi megállapodás, április legelején a finanszírozási államközi megállapodás, és onnantól kezdve folyamatosan azt mondtuk, én önnek is ezt már mondtam, hogy ebben az évben alá akarjuk írni, elő akarjuk készíteni aláírásra a szerződéseket, és mivel sikeresek voltunk, elvégeztük a munkát, a szerződések elkészültek, így aztán aláírhatóvá váltak. Ez azért is szükséges volt, hogy 2015-re, a beszélgetésünk elején már kérdezte, hogy mikor hívjuk le az első összeget. Azért, hogy 2015-re ez az első lehívás megtörténhessen, hiszen el kell kezdeni a telephelyi munkákat, a telephelyi vizsgálatokat, el kell kezdeni a tervezői munkát, el kell kezdeni az engedélyezési dokumentáció összeállítását annak érdekében, hogy 2025-2026-ra ez a két blokk elkészüljön. Volt a gyors, vagy akkor inkább azt mondom számunkra, egyszer csak hirtelen, vagy derültékből villámcsapásként érkező hírhez köze, az aláírásról szóló hírnek köze ahhoz, hogy előtte Putyin elnök, Orbán Viktor miniszterelnökkel beszélt telefonon? Nem hiszem. Erről beszéltek, vagy erről nincs tudomásom? Én tudom, hogy nem beszéltek erről. Nem erről beszéltek. A déli áramlattól való elállásnak volt köze a szerződés gyors aláírásához? Nem, egészen egyetem. A legelejétől kezdve arra készültünk, hogy decemberre elkészüljenek a szerződések, és hogyha az a döntés születik, hogy aláírhatóak, akkor ez az aláírás történjen meg. Ezt csináltuk végig. Egy kicsit talán távlatinak tűnik, de hogyha egyáltalán arról beszélünk, hogy majd megtérül a paksi beruházásnak az ára, az elektromos áram árában, pontosabban a piaci árban, amit majd szerezhetünk ebből, tehát eladjuk, mert nekünk ennyire mondjuk nem lesz szükségünk, akkor van itt egy másik tényező, hogy most a MOL és az MVM közösen arra készül, hogy az a szlovák energiaipari részesedésbe is beszálljon, tehát az ottani üzletbe beszálljon, ennek része ennek az üzletnek a Mohi atomerőmű, ami még ugye nem nincs befejezve, tehát azt is be kell fejezni. Hogyha majd termel félig meddig magyar tulajdon felé, tehát eladható lesz az is, a Mohi atomerőmű, plusz elkészülnek a paksi blokkjaink is, hol az a félvilág, akit majd mi akarunk ellátni elektromos árammal? Tehát ez mekkora piacra van szükség, ezt tudjuk már, felmértük? Itt azt vegye figyelembe, hogy a Mohi telephelyen már most működik két darab olyan blokk, mint a paksi telephelyen, összesen 4, és két blokk van a Mohi telephelyen építés alatt. Szlovákia egy picit villamosenergia importáló ország, mi jelentős mértékben importra szorulunk, mert a jelenlegi gazdasági környezetben az itthoni termelés nem gazdaságos és nem elégíti ki a hazai igényeket. Ezen kívül hosszú távon figyelembe kell vennünk, hogy a német atomerőművek le fognak állni 2023-ig, nagyon sok alaperőművi termelőkapacitás kiesik az európai rendszerben. További erőművek fognak leállni azért, mert azok gazdaságtalanul vagy környezetszennyezően működnek. De ők átmennek az alternatív irányába. De azt kell megérteni, hogy a megújulók, főleg az ingadozó megújulók nem tudnak folyamatosan termelni. Beszélgettünk erről a múlt alkalommal, a szél, a nap nem termel folyamatosan.
Az alaptermelést viszont az alaperőművi termelést valakinek el kell vinnie. Erre szolgálnak az atomerőművek. Ha elviszük az alapot, akkor ott a maradékot, a fenti részt, ami jelentős 50-60%-nyi részarány, azt el tudják vinni más termelők. Gáz, szén, megújulók. Ez itt az alap, amiről beszélünk, és ennyi alaperőműre szükség van a következő évtizedekben a régióban. A régió alatt mit értünk? Tehát azt tudjuk-e, hogy mekkora területen egyáltalán milyen irányba tudunk mi terjeszkedni, hogyha egyszer egy ilyen elektromos, vagy tehát elektromos ipari nagyhatalommá válunk, és a Mohi atomerőműben termelt áramot is, és a Paksi atomerőműben termelt áramot is el akarjuk adni. Milyen irányba? Tudjuk már, hogy hol lesz ennek piaca? Tudom, hogy 10-20 éves távlatokról beszélünk, de hogyha egy ekkora beruházásba fogunk, akkor 10-20 éves távlatokat kell már előre figyelembe vennünk. Gondolja meg, Lengyelországban a villamosenergia 83%-a jelenleg szén alapon kerül előállításra. Ezek az erőművek, hogyha felmegy a széndioxidnak az ára, már pedig fel fog menni, akkor nem fognak tudni gazdaságosan működni. De jelenleg délfelé is nagy mennyiségű villamosenergia áramlik, Szerbia, Horvátország irányába. A Balkán az egy valós piac. De még egyszer hangsúlyozom, hogy ezeknek az építkezéseknek, a Paks 2-es projektnek pedig kifejezetten nem az a célja, hogy exportra termeljünk. Egy nagyon pici részarány, 10% alatti részarány kerülhet exportálásra. A villamosenergia zöme itthon fog elfogyni, mert itthon van rá szükség. És azt például tudhatjuk, hogy a majdani áram árában mekkora szeletet képvisel a beruházásnak a költsége? Igen, ezt lehet tudni. Az atomerőműveknek egy nagyon tipikus jellemzője, hogy az üzemanyag költség az 10-15% környékén van, és a beruházási költség az 65-70% magasságában van. Ez nagyon magas, energia. Nem? Hát az nagyon sokára fog megtérülni. Természetesen az atomerőművi beruházások lassan térülnek meg, de ugyanakkor 60 év az üzemidő, és a 60 éven belül mindenképpen meg tudnak térülni ezek a beruházások, a nagy beruházási tőke ellenére. A Paksi két tervezett erőmű 60 év alatt meg fog térülni? Vagy kevesebb, amit számoltak? Akár kevesebb év alatt is megtérül a beruházás? Tehát számoltak ennyi alatt? Mi azt számoltuk, hogy ha 15-17 forint per kilovattóra az egységköltség, mert ez jön ki a mi számításainkból, akkor ezen a 15-17 forint per kilovattóra áron a 60 év alatt úgy térül meg a beruházás, hogy még hozamot is hoz az államnak. Egy számottevő hozamot produkál ez a beruházás úgy, hogy visszafizetjük a kamatokat is. Tehát akkor a 60 év alatt, tehát van egy másik időpont, ahonnan kezdve termel, tehát hogy... Nem, hát a legelejétől kezdve termel. Nem úgy, tehát hogy hozamot hoz, tehát mikor van az a hány év vagy évtized az, amikor azt mondjuk, hogy oké, most ledolgoztuk azt, amennyit ráköltöttünk, mondjuk ezt a 10 milliárd eurót, innentől kezdve csak termel. Olyan nincs, hogy ráköltünk, de közben már hozam is van, tehát előbb a bekerülési költséget kell ledolgozni, az hány év? Ez mindig attól függ, hogy milyen a piaci ár. A mi előrejelzésünk szerint ez a 15-17 forint per kilovattóra ez az egységköltség, és 2025 után a villamosenergia piacon az alaperőművi áram ára, tehát a piaci ár e fölött várható, hogy pontosan mennyivel ezt nem nagyon lehet ma megmondani, 10-15-20%-kal. És attól függően, hogy ez az ár mennyivel van a mi önköltségünk fölött, tud berövidülni a megtörülési idő. Ha ezen az áron tudnánk a teljes 60 év alatt értékesíteni, akkor a 60 év alatt térülne meg. Hogyha e fölé megy a piaci ár, akkor pedig arányosan gyorsabban fog megtérülni a beruházás. Egyetlen egy rövid kérdés is mondat, hogy ha mégis az a variáció kerülne szóba, hogy az oroszok elállnának ettől a kölcsönfolyósítástól, a kivitelezéstől, akkor mondta, hogy kártérítést fizetnek. Ez a kártérítés összege mondjuk az addigi összes költségünket fedezni? Muszáj neki. Ez van a szerződésben, hogy fedeznie kell. Így van. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm.